Sajnos már nem lehet kihallgatni az asszonyt. Meghalt. Úgy halt meg, hogy egy pillanatra sem nyerte vissza az eszméletét. Viszontlátásra. Sanyikám, hagyjuk abba. Pont most, amikor ilyen jó az zene. Ne haragudj, de szép. Rosszul vagy? Ahogy mostanában szoktál. Ne felejtsd el, Sanyikám, hogy most már hármas pont vagyunk. Dehogy felejted, édes. Nekem fogalmam nincs, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Kész valami savany? A legyes legifjabb Palás Sándorka egészségére, ex. És ha Katinka lesz? Akkor is vállalom, ex. Egészségére. Nekünk szerencsénk volt. Egyszerre kettő született. Ugye, Bözsikém? Hát akkor most ígyünk a házigazda ikreinek az egészségére. Éljenek az ikre. Nagyra nőjetek. Igazán nem sajnálom tőled, Sándor, de ne igyál többet. Miért? Azért, mert autót fogsz vezetni hazafelé. Nálunk az a szokás, Bözsi, hogyha én iszom, akkor a feleségem vezet. Úgyhogy egészségedre. Hány órára vár minket a mama? 9-re, de ha így mászunk, sose érünk haza. Ilyen vizes úton nem merek gyorsabban menni. Tudod, hogy anyám mindig rémeket fel. A mama mindig a legrosszabbra gondol. Hogy ne rémítgessük a mamát, cseréljünk helyet, jó? Elég erős a kávé? Igen. Azt hiszem, kezdek kihozaladni. Ha meg lesz majd a kicsi, ugye minden nyáron lemegyünk a Balatonra. Inkább a hegyek közé a sokkal egészségesebb. Ezt a kérdést úgyis majd a mamát fogja eldönteni. Vigyázz! Szörny! Maradj, majd én megnézem, mi történt. Mondja, uram, hogy lehet itt közlekedni? Hallja? Nem érti? Mi történt? Szerencsés esés volt. Adtam a motorosnak 300 forintot, hogy ne csináljon ügyet belőle. Nem sérült meg? Nem. És a mi kocsink? Csak a baloldali lámpa törött el, meg egy kis horpadást láttam. Vigyázz, megint útjavítás! Maga őrült, nem ismeri a szabályokat? Jobbra hajts van, nem? Ne kiabáljon! Van-e még hely elfér? Menjen már! Na.
Vigyázz, nagyapa! Valaki fekszik az út szélén. Ó, ó, kérj, ó. Egy postás! Itt a motorja is! Ez jó kikészült. Segíteni kellene. Ne nyújj hozzá, esőjós eset. Itt csak egy orvos segíthet. Várj, leállítok egy autót. Állj! Álljonak meg! Álljonak meg! No, nagyapa, sietni kell! Már annyi éves... Nem fog meglógni! Állj! Pater, minek áll az útba? Megőrült! Vigye innen a trogosát! Lassan a testtel! Nem látja, hogy egy sebesült fekszik az úton? Na és, talán a hátamra vegyen! Állítsa meg egy autót, és ilyetek! De a mindenség itt egy lépésem megy tovább, mert ketté hasítom a fejét! Most azonnal visszafordul és bevisz a faluba, ha mentőkért érti! Jó-jó, ne kiabáljon, üljön fel! Jani, vigyázz a lovakra! Ne hajts ilyen veszettő. Nem volt elég egy baleset? Zárd el azt a rádiót. Miért? Mert jó kedvem van, miért? Jó, jó. Csak vigyázz. Veszprém megyei balesetvizsgálók, tessék. Egy bejelentést tesznek. Tessék. Halló. Akaratja előtt, a műúton. Egy motoros postás fekszik az út mentén. Súlyosan megsérülhetett, mert eszméletlen. Értesítette a helyi mentőket? Igen. Akkor várja meg, a helyszínen találkozunk. Én beszéltem magukkal. Tessék, jöjjenek. Itt az út mentén leltem rá szegényre. Ismeri a sérültet? Nem ismerem. Helyet kérek. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Mi az eredmény? Meghalt. Valószínűleg egy autó ütött el. Sok vért veszített. Ha azonnal orvosi segítségben részesül, bizonyára életben marad. Köszönöm. Tessék szabaddá tenni ezt a területet. Találtam egy lámpakeretet és ezeket az üveg és festék darabokat. Mutassa? Ez egy Moszkvics lámpakarikája. A motor ezen a helyen ütközhetett a gépkocsival. Még jól látszanak a festéknyomok, látod? Nézd csak, a szürke alatt kék festékréteg van. Látom. Mindjárt intézkedem. Halló központ, itt a 4-es járőr. Körözés kiadását kérem. Körülbelül 7 óra 30 perckor halálos gázolás történt a 71-es úton a 29-es kilométerkőnél. A tettes cserbe hagyta áldozatát. Igazoltatandó minden szürke színű Moszkvics, amelynek hiányzik az egyik lámpakerete. A kocsi feltehetően Budapest irányában halad. Tagállomások, figyelem! Tagállomások, figyelem! Valamennyi rendőrállomás. A 177-es. Figyelem, figyelem! Valamennyi gépkocsi zójárőr részére csíkos utasítása. 71-es úton. A 7 óra tájban a 79-es kilométerkőnél. 29-es kilométerkőnél. Ismeretlen rendszámú személygépkocsi halálos balesetet okozott. A járművezető a baleset áldozatát cserben hagyta. Feltartóztatom minden szürke színű Moszkvics, rendelem el annak a szürke színű Moszkvics gépkocsinak, amelynek egyik lámpakerete hiányzik. Itt a 206-os, itt a 206-os. Adását értettem. Vétel, forduljon. Thank you.
Most miért kanyarodtunk el? Hová megyünk? Hát nem láttad, hogy ott igazoltatás folyik? Nem akarok lebukni az alkoholszandál. Átvegyem a vezetést? Há? Átmegyünk a hatos útra. Adjál két koffein tablettát. Ha azt megrágom, nehezen tudják kimutatni, hogy alkoholt ittam. Te, Mari, azt kell mondanod, hogy Pécsre jöttünk, érted? Miért? Nehogy a motoros később megzsarolhasson minket. Mitől félsz? Hát adtál neki 300 forintot. Ez ilyen vagányok utólag is követelőzni szoktak. És mi lesz az összetört lámpával? A legszívesebben azt is kicserélném. Nem értelek, hiszen nem történt semmi baj. Nem hát. De a rendőröknek minden apróság gyanús. Jó napot, mester! Ráérne egy pillanatra? Jó napot, mi tetszik? Lelopták az egyik lámpámról az üveget karikástól. Nem tudnak ki segíteni. Hát az attól függ, hogy milyen kocsija van az úrnak. Moszkvics. Arra van. Mindjárt föl is szerelem. Sajnos nincs időm, sietek. Mennyi lesz? 62 forint. Hol lopták le a keretet? Egy presszó előtt parkíroztam. És volt a rendőrségen? Majd bejelentem. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Fent van, de az ütközés nyomát nem tudtam eltüntetni. Ne törődj most vele, majd holnap ledukkóztatod. Addig megúszom. Kínos lenne, ha most megállítanának. Csak az a pár pohár bor, az idegesít. Tartotta be a követési távolságot. Erre nem számítottam. Hiába fékeztem, csúszós az út. A feleségem. Mari. Marikám. 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 A feleségét, ha az állapota megengedi, a kórházban fogják kihallgatni. A jogosítványt nem adom vissza, mert a véralkohol vizsgálat szerint ittasan vezetett. Írja alá a vallomását. Majd beidézik a tárgyalásra. Igen. Azonnal vezesse a szobámba. Maradjon még. Valaki többször kereste telefonon, ide kérettem. Fiam, végre megtaláltalak. Hála Istennek, nincs semmi bajod.
Mari hol van? Ne ijedjen meg, mama. Megcsúszott a kocsi. Marit be kellett vinni a kórházba. Engem meg idehozta. Szörnyűség. Ugye mondtam, hogy ne induljatok el ilyen esős időben a Balatonra. Az önvallomása szerint Pécsről jöttek Budapest felé, nem? De hogy ők a Balatonon voltak. Ezt csak a mamának mondtuk. Ezt nem értem. Na, ez családi ügy, nem tartozik rám. Hol van most a sérült kocsi? Bevontották a kapitányságra. Most elmehetnek. Az ügy tárgyalására idézést kap. Elkészültek a képek? Igen, már itt vannak. Jó napot kívánok. Hozzá be. Van már eredmény a rádiókörözésnek? Eddig nincs. Megvizsgálta ennek a kocsinak a lámpáit? Igen. Mind a két lámpakeret megvolt. Nem tűnt fel magának. A baloldali lámpakeret újnak látszik. Egészen más tónusú. Nekem az a különös, hogy a kocsi jobb oldala ütközött a teherautónak, de a baloldali lámpa mellett is friss sérülés van. Milyen színű ez a Moszkvics? Szürke, de ezek Pécsről jöttek. Illetve Halász ezt vallotta. Egyeztessük csak a tényeket. Halász balesete érdelőtt a hatos úton történt 9 órakor. A motoros postást akaratja alatt gázolták el 7:30-kor. A két eset között eltelt idő 1,5 óra. Ez alatt egy Moszkvics Kisvelencénél letérve a hetes útról Pusztaszabolcson és Adonyon keresztül átérhetett a hatos útra. Ez a feltevés reálisnak látszik. Azonnal hívom a Veszprém megyei balesetvizsgálókat. Helyes. Ezt a verziót együtt vizsgáljuk ki. Felmehetek a feleségemhez. Kérem, szigorú utasításunk van, hogy látogatás időn kívül senkit sem engedhetünk fel. Nem lehetne kivételt tenni, ma hozták be a feleségemet. Sajnos csak holnap engedhetem fel a látogatás időben. Tessék telefonon érdeklődni. Kérek szépen egy teketét. Szervusz, Fanny. Szervusz. Legyen szíves idehozni a feketének, és 2 konyakot kérek. Mi újság a Balatonnál? Nem tudom, mi Pécset húzunk. Nem lehetett valami kellemes utatok ilyen esős időben. Épp olvasom az újságban, hogy elgázoltak egy motorkerékpárost a balatoni országúton. Egészen fiatal volt, 19 éves. Ki gázolta-e? Nem tudják. Ellógott a piszok. Nem szeretnék a bőrében lenni. Bár az ilyen cserbehagyásoknál nagyon nehéz a rendőrség dolga. Ha nem tudják azonnal elkapni a tettest, akkor már bottal üthetik a nyomát. Fizetek? Hová sietsz? Igen. Ne haragudj, várnak otthon. 24:60. De lehet, hogy holnap felugrom hozzá. Köszönöm. Szervusz. Sanyi! Sanyi, az újságom! Mi van Marival, fiam? Olyan rossz előérzetem van. Hiába voltam benne a kórházban, csak holnap látogathatjuk meg őt. Felhívom telefonon az osztályt. Nem keresett senki? Nem, talán vársz valakit? Ja, el is felejtettem. Macáék mondták, hogy feljönnek ma este.
Jövök, jövök, nyitom már, ne türelmetlen! Rendőrség. Megint a fiamat keresik? Igen, itthon van. Itthon. Kérem, azért jöttünk, mert döntő bizonyítékok vannak birtokunkban, hogy a kocsiával nem Pécsről jött, hanem a Balatonról. Honnan veszik ezt, kérem? Kérdezzék meg a feleségemet. Felismeri ezt a roncsot? Igen. Ez az én összetört kocsim. Mikor cserélte ki a baloldali lámpakeretet? 2 hónappal ezelőtt. És hol vesztette el a régit? Valahol a Miskolci úton. Sokáig hiába kerestem. De mi megtaláltuk a Balatoni műúton egy elgázolt és cserben hagyott motoros holtteste mellett. Jézus Mária, mi történt veletek, fiam? Nem értem, kérem. Mi bizonyítja, hogy az az én kocsimról esett le? Az, hogy az ön gépkocsiján a bal lámpa melletti sérülésnél apró emberi bőrszövetet fedeztünk fel, melynek csoporttulajdonsága megegyezik az áldozatéval. Ezen kívül a festék is egyezik. Kérem, itt valami végzetes tévedésről van szó. Mi Pécsről jöttünk, tanúm van rá, kérdezzék meg a feleségemet. Sajnos a feleségét már nem tudjuk megkérdezni. Miért? Mert a kórházban egy fél órával ezelőtt meghalt. Kérem, ez hihetetlen. Ez nem lehet igaz, kérem. Még most sem vallja be, hogy a Balatonról jöttek haza? Fiam, édes fiam, miért nem mondtad meg az igazat, hogy a nagybátyádékkel voltatok Kenesén? Vezesse át a nénit a másik szobába. Tessék jönni. Nem akar könnyíteni a lelki ismeretén? Felhívjam Kenesét? Nem. Nem szükséges. Elmondok mindent őszintén. Jegyezze. Tegnap csak ugyan Kenesére mentünk, és a rokonoknál töltöttük az estét. Mikor indulásra került a sor, nem én ültem a volánhoz, hanem a feleségem. Van erre tanúja? Az egész társaság látta. Az erős italtól én az első kilométereknél mélyen elaludtam, és csak a pécsi úton ébredtem fel. El tudja képzelni a feleségéről, hogy elgázol egy motorost és cserben hagyja? Nem. Mi sem. Igazat mond az unokaöcsém. Mindnyájan kikísértük őket. A felesége vezette a kocsit. Egész éjjel fent voltak? Igen. Olyan ritkán jövünk össze. De a felesége egy kortyot sem ivott, kérem. Feltételezi halásznéról, hogy elgázol egy motorost, és ott hagyja az út szélén elvérezni? Nem tudom elképzelni róla. Biztosan valami másik autó lehetett. Pedig az ő gépkocsijuk a baleset időpontjában haladt el erre, az útjavítási korlátok mellett Budapest felé. Miből gondolja, hogy a balesettel egy időben? Mert ezen az úton valaki találkozott a kocsival. Nem igaz. Nem találkoztunk senkivel. Honnan tudja, hiszen maga mélyen aludt. A feleségem nem említette. De mi tudjuk, hogy látták a kocsit. Ki látta? Lépjen csak előre. Ez az ember, aki megtalálta az elgázolt motorost. Találkozott maga egy gépkocsival, mielőtt rátalált a halottra? Igen, ezen az úton egy moszkvicssal a vezetővel össze is kaptunk. Nő vezette a kocsit? De, hogy egy férfi. Úgy emlékszem, sapka volt a fején. Tegye fel a sapkáját. De kérem. Tegye fel! Felismeri? Ő volt az. Nem igaz, kérem. Maga volt az. Ez a sapka volt akkor is a fején. Bevallja végre, hogy maga vezetett? De kérem, szükségtelen. Én... Nekünk ennyi bizonyíték is elég. Letartóztatom, vezessék el. Gyújtsunk rá. Köszönöm. Legalább 4 évet fog kapni. Körülbelül.
Ha nem hagyta volna a cserben a motorost, akkor a felével megúszná. Felével? Egyáltalán nem büntetnék. Hogyhogy? Mert az esetet a motoros szabálytalanság okozta. R-központ hívja R18-as. R18-as, jelentkezem. A 4-es úton a 45-ös kilométer körül gázolás történt. Kérek utasítást. Majd én intézkedem. Irány a 4-es útra. Értettem. Azt hiszem, ma sem érünk haza éjfél előtt.